Okay. One, don't take me. Two, three. Oh, it's you! Oh, bye! Itt vagyunk a városban, Dórival és Alexandrával. Teljesen világvégi kis város, nagyon hangulatos. Spider-Man, that's at 1:30. Okay, so here you go. Buddy. So I was gonna say no, it's hey, beautiful. Buddy. It's art. Say hi. Hey. Say hi. Make love. Whoa, 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 whoa. He's like, oh yeah, right. Nice to meet you. Nice to meet you too, Case. Have a great day. Bye. Bye. Na megvettük a jegyeket a Spider-Manre. Most megyünk át Walmartba. És képzeljétek el, ezt elmondtuk a moziba, hogy igen, most megyünk át a Walmartba, és majd innen megyünk vissza, és kérdezik, hogy gyalog. És akkor már itt mondták az opciókat, hogy menjünk Uberrel, vagy taxival, vagy nem tudom mi. És nincs az egész többre, mint 15-20 percre. Aztán kisértünk a moziból, találkoztunk egy nővel és egy férfival. Kell megint így szóba legyettünk, vagyis hát azt hiszem, ők szólítottak le minket. Kérdeztek az úti tervünkről, meg hogy mit csinálunk itt, mert mégis egy ilyen világvégi város, gondolom azért érdekelte őket, hogy miért vannak itt az emberek. És mondunk neki, hogy mozizunk meg, most átmegyünk a Walmartba, és mondták, gyalog? Esküszöm, itt csoda, hogyha valaki gyalog volt, de amúgy tényleg. Errefele az emberek annyira nem sétálnak, hogy még járda sincs. Ugye, Dóra? Így van. Nézzétek, konkrétan nincs sehol járda. Nincs. This way? Yeah. Thank you! Szóval, a Walmart abban az irányban van. Térképpen nem sokra mentem, mivel hogy ha bár az offline térképet letöltöttem, keresni nem tudok, csak nézelődni. És itt vagyunk. Versenyt futunk az idővel, ugyanis 27 van, 13 óra 27. A film pedig 30-kor kezdődik, szóval 3 percünk van durván odaérni. Az eleje úgyis reklám, de akkor is oda akarok élni. Az élmény teljes legyen. Run fast! 30 van. És ott vagyunk. Mehetünk. Na, vége lett a filmnek. Mindjárt mondom a véleményem. Most megyünk ki. Még körbenézünk a városban, aztán menjünk vissza a táborba. Ja, én még dolgozni fogok a mai nap folyamán. Egyébként rémisztő látni, hogy mennyire nacionalista nemzet ez a USA.